Sziasztok! Mostani részben a korszakügyelés indításáról lesz szó. Eljött a tavasz, március 15-e van. Az idő, így kinézek az ablakon, nem remekel túlságosan, de szeretném előkészíteni a motort, hogyha kisüt a nap, akkor már csak rá kell ülni. Motort október 31-én raktam le 2022-ben, azóta nem volt beindítva. Most kíváncsi vagyok, hogy fog indulni. A motort az utolsó útján teletankoltam 95-ös benzinnel, ugye itt fűtött garázsban áll. Ettől függetlenül azért tettem bele ebből a stabilizátorból, üzemanyag stabilizátorból a leírás szerint, hogy azért megkönnyítse az indítást és a tárolást. Úgyhogy most leveszem az akkumulátortöltőt, de előtte, mielőtt beindítanám és összeraknám, megnézem még a láncfeszességet, illetve az olajszintet is. Első körben nézzük meg az olajszintet. Azonban a gyári leírás azt írja, hogy indítsuk be, utána hagyjuk lehűlni, és akkor nézzük meg az olajszintet, úgyhogy majd, ha beindult, akkor ezt még egyszer meg fogom nézni. A lánc olajozásához felvettem egy ilyen kis műanyag kesztyűt, amit a benzinkúton is lehet kapni. Most szépen beolajozom a láncot, hogy ez is rendben legyen az indulásra. A láncra felragasztottam egy ilyen kis szigeteles szalagot, hogy lássam, hogy honnan kezdtem. Akkor megkezdem az olajozást. A láncolajozása megtörtént, most megnézem a láncfeszességet. A könyv 3-4 cm-t ír láncfeszességnek. Megnézzük. A láncon állítottam egy kicsit. Én meglazítottam ezt a csavart. Szépen az állító csavarokkal hátra vittem. 2-3 fordulatot kellett állítani. Most fogom ezt a nyomaték kulcsot, és a gyárlag előtt nyomatékkal meghúzom. Az előjét meghúzási nyomatékkal meghúzás után ez a lyuk el van takarva, úgyhogy a sasszeget nem tudom betenni. Azonban a leírás szerint 30 fokon belül van az eltérés, akkor húzzuk tovább addig az anyát, ameddig be nem tudjuk tenni a lyukba a sasszeget. Úgyhogy most ezt fogom megcsinálni. Történt, gyorsan bele tudom tenni szépen a sasszeget. Így. Lánctelt beállításra került, most pedig megnézem a keréknyomást. Gyárlag előre 2,5, hátulra 2,9-et ír. Nézzük meg tehát a hátsó keréknyomását. Ez 2,5, és most felviszem 2,9-re. Az első kerék 2, bár. És most már 2,5. Az akkumulátor ugye fel lett téve most indítás előtt töltésre, illetve egyébként is télen is egyszer-kétszer átöltöttem. Ugye lehet látni, hogy ezen a töltőn van egy ilyen motoros állás, és ezen a motoros álláson csak rácsatlakoztattam az akkumulátorra, és havonta egyszer rátöltöttem. Akkor elkötve, nézzük meg, van-e áram, és mekkora a feszültség. Na, nézzük tehát a gyújtást. Na, van áram, ez igazán jó hír. 12,5 voltot jel ez a gyári műszer. Azt gondolom, ez elég lesz az indításhoz. Minden tehát előkészítve, nézzük akkor meg, hogy 4,5 hónap állás után hogy indul a motor. Amit a használat ír, és megnézem az olajszintet. Hát ez teljesen rendben van. Úgyhogy az idénre teljesen felkészülve indulhatunk.